És mint ahogy azt sejtettem, Dobrojutról, vagy Dobárdán inkább. Morgen, szervusztok, halló, mahlzeit, minden. Lehet menni dolgozni. Elkezdtem főzni a reggelinek valót. Azt már csörgött is a telefon, hogy akkor menjek át az irodába. Jó, boldog vagyok. Hát még nincs ezzel baj, mert ugye ez egy hónapot otthon rohadtam. Dolgozni is kell, pénzt keresni. Csak ugye nem arra készültem, hanem úgy jöttem ki, hogy mondom, elhozom otthonról az utcaimat, ami otthon csak a helyet foglalja. De itt a külső láger, most bevásároltam. Hogy kihoztam az utcaimat, ami otthon foglalja a helyet. Nem vásároltam semmit, nem csináltam, csak jöttem, mint a jó gyerek. Hogy mondom, akkor megyek is haza másnap. Vagy még aznap. Hát, tegnap csak izéig jutottam el. Egy darabig. Barndorfig. Mondom, ha begurulok ide, aztán lemosatom, megyek haza. Ezt akkor a kollégának a munkáját megkaptam én, és akkor most még így ő megy haza. És nem jövő héten cserélünk, hanem most cseréltünk így. Hát akkor induljon az év. 200 méter múlva forduljon balra, majd forduljon meg, amikor lehetséges. Örülök, hogy lehet menni. Ugye megint meddig? Forduljon meg, amikor lehetséges. Megfelelve itt. Forduljon jobbra. Majd megint azon leszek hónapokon keresztül. Mondjuk aztán nyáron nem bánnám, mert akkor egy valak mennyiséget tudnék haladni. Ezt szépen megmondtam. A házzal. Most pedig irány Heinfeld. Egy valak csavar. Egy izé már fent van, ISO plusz. Hát az aztán baromira kellett nekünk, főleg ebbe a hóba. Még nem megyek messze így, tehát valószínűleg a hétvégét otthon töltöm. Kanyarra megyek ki. Jövő héten úgy is jöttem volna dolgozni. Mert amit én csináltam eddig, GKI, meg sofőrkártya, ezt most a kollégának kell csinálni, akinek a munkáját én megkaptam. Ő is dolgozott januárban. Én is kicsit szóhoz jutok januárban. Ugye akkor a februárban helyette én folytatom. Ő meg majd nyer. Felejtsem el azt, hogy azért tél van, nem kéne ennyire tolni neki, mert csak csúszik. Na, a kollega ide az előbb beállt, és ma úgy látszik elment. Bajorországban mondtam, Bajorországban megy a cucc. Hát az első lerakó, amit mondtam, hogy cső. Ugye az lesz az első alakú, na ezt akartam kinyögni. Még előbb el kell menni a csavarokért. Nem tudom hol tartok, nehezen indul minden. Majd hajtson fel az autópályára. Senki többet harmadszor, akkor berakom. Melyik lesz az első, második, vagyis ugye a második, meg a harmadik harapó. Ezt a sorrendet kéne valahogy összeszülnöm. De majd a Schmidt-Straub enni megoldom. Hogy mit rakjanak föl előbb? Thank you.
Zubenbe, Zubenhez. Aztán valami buli van megint. Hát, valami exkluzív parti lehet, mert izé, sorba állós. Persze vannak VIP vendégek, akik itt a belső sávba mennek el. Onnan tudod, hogy VIP, hogy külön rendszámuk van. Tőlünk keletebbre való rendszámuk. Mondjam, vagy rájöttök magatoktól. Úgy, ahogy nem kell mondani. Tudjátok ti ezt magatoktól. Ne, ja, fejem fáj, most már lázas is vagyok. Mindegy. Az jó. Jók vagytok, srácok. Jó nyomjátok, azaz. Álljátok be belsőben, az szép. Hány száz euró, hogyha a belső sávot is feltartod? Ez az idei, izé, német. Vagy nem idei. Nem, még tavaly változtattak valamit a német szabályokon. A belső sávból, hogyha nem tudsz nagy autóval kijönni, akkor mi a bubánat van? Már nem tudom, mennyi euróra megbüntetnek. Jaj. Ne érd már! Úgy, jó van. Csak kért, szmötyi. Azt írja a Navi, hogy megint baleset van, de szerintem a izé az ellenőrzés miatt van itt dobzódás. Ugye elnézem Hengersbergben, már nem kell helyet találnom. Most jó. Most a fasza. Morgan, Hengersberg. Jaj. Ben vagyok. Az autóhófban. Na. Elvileg minden megvan, átnéztem. Körbe-körbe karikában. Az autót. Hát ahol a szállingózik. Cseh. Na, kolléga, szomszédban is fölébredt. Nem látok semmit a tükörbe. Ő segített este beállni, tök jó fej volt. Jó kedélyű kis öreg. Szimpi volt. Na. Vaj rá, hát azt beállták, de beálltunk. 500 méter múlva forduljon jobbra. A banánok. Majd forduljon jobbra. Torkomban a helyzet nem sokkal jobb. Tegnap volt. De azért valamivel használhatóbb. Vittem egy ACC 600-at az éjjel. Éjjel, hát lefekvés előtt. Jó, olajhőmérsékletek rendben. A lámpánál még melegszik egy picit. Szerintem olaj 39 fok. Jó. Szerintem ennél a lámpánál én még egyszer sorba állok. Ahogy ismerem. És nem. Rászlá jött, ja, mert lehet, hogy Hengersbergben jött be, ugye a faluba, magába a faluba.
akartam visszajönni is a pályára, de rájöttem, hogy erre belettem egy Engelsbergbe tovább. A faluba, na, lapozzunk. Így van, arra is megy. És én már nem szoktam nyomni neki. Még parkolóért hadakozni se. Kész, én befejeztem. 85, akinek tetszik, tetszik, nem, nem. Járt, bár nem érdekel most már. Szépen közlekedünk Ébeszélyen már útjára. Itt az őrültek. Vállamra ráhúzom a függönyt. Megfázzon. Szerintem te gyere ki, mert előzési tilalunk van. Hogy jöjj. Amikor a Blacker-es kolléga nem kapkodja el a dolgot, az egyszer biztos. 78-szal megyünk, 80, ah, már elértük a 80-at. Csak ugye, amíg nem nyúlnak el, addig én sem tudok gyorsítani. Mögöttem meg azt hiszik, hogy én vagyok egy 80-asos köcsög. Aluljáró körút. 1-2 fok van, egyelőre eső esik. És még nem fagyott le. Hát, hogyha nem is nagyon tudna. Fokban, de ha akar, meg tud viccelni. Én viszont nem akarom. Úgyhogy szépen lassan komontos. Hát neked kurvára ki kellett kanyarodni, nem bírtad volna megvárni, amíg eljövök. Egész pofás kis falu. 30-al reggel 7-től délután 5-ig, mert itt az óvoda. Durva, hogy itt nem ilyen buzi komcsi épületek vannak, mint otthon, mint óvoda, hanem totál beleolvad a környezetébe, és azt sem tudod, hogy hol az óvoda. Ez a legrosszabb, hogy nem tudod, mikor hagytad el. A tűzoltóság, nekik nagy autóik vannak, akkor biztos, hogy egyelőre jó fele járok. Annyira nem aggódok, mert ki volt táblázva, hogy Geslau Süd, ipari park R. De minket az nem érdekel, mert ugye természetesen nem ipari parkban, hanem házhoz megyünk. Mint ahogy az általában lenni szokott. Ugye az ipari parkot itt most magam mögött is hagytam. Szerintem újra kiárási korlátozás vagy tilalom lehet, mert nagyon gyér a forgalom. Még a városokban is, az autópályákon is. Nürnbergen úgy jöttem át 85-tel, hogy a gáz nem vettem el konkrétan. Pedig azért a 6-oson tud mókás lenni a szituáció. Regensburgban is reggel 7 óra körül voltam Regensburgban. Mint kése vajon. Szerintem eléggé nagyon vissza vannak fogva az emberek. Járhatóságilag. Ami annyiból jó, hogy nem kell sokat manőverezni köztük. Nem türelmetlenkedik egy birka se a nyakamon, meg dudál villog, minden baja van. Hátránya viszont, hogy nagyon kérdezősködni nem kell, hogy mit hol találsz, kit merre találsz. Most is kaptam egy olyan címet, amit a navigáció nem ismer. Google térképen megtaláltam. Valami csak lesz belőle. Oberndorf 6. Fogom magam, oda megyek. Megkeresem a 6-ost, ha nem, akkor a 4-esbe, 2-esbe, ilyenek becsöngetgetek aztán. Ha más nem, akkor családnév alapján is tudják kis falu. Ez is olyan, mint nálunk, mindenki ismer mindenkit.
széles, hogy félre tudjam tenni az autót. Ez annyira fog érdekelni, mint a vélőtéri döglött kutyás. Oksi. Azt mondja, hogy... Hát akkor én itt le is pattintom itt a nagy hókupac mellett. 12-es. 100 méter múlva térjem el balra. Majd megérkezett az úti célhoz. És én ide gondoltam. A 9-es. Úgyhogy mint a postánál baszki, mikor csomagot hoztam. Szépen oda visszateszünk, azt elkezdünk keresgélni, hogy ki hun van. Annyira félreteszem, hogy egy busz is elférjen mellettem, ha nem is kényelmesen, de elfér. Viszont ne is borítsam be, de ahogy látom, nem nagyon borítanám be, mert járda van mellettünk, csak hát ugye ezek takarítani nem fognak, majd jön a kis traktorral, aztán majd letakarítják a utcát, gondolom. Ez az átka annak, hogy ha nagy autóval jársz. Nehéz vele a parkolás. Na. Én összeszedem magam. Ú, de szorítja a gyomromat. Ezt már úgyis tudjátok. Ez a gatyesz. Ja? Meg még annyi jó a kiárási tilalomban, hogy legalább itthon vannak. Átveszik a szajrét. Mi a tökömnek kell nekik fűtéscső? Télen. A tökömet akarnak ezek ásni. A hagyott földbe. Ezt nem tudom. Aztán lehet, hogy most van lóvé, azt inkább megvette előre. Úgy. Beöltözünk szépen, igényesen. Ne is halljonak. A maszkot fogok fölvenni, akkor úgyis kurvára mindegy, hogy hallani kell, vagy sem. Aj, de szeretem, mikor csönd van, nyugalom van. Sehol egy mozgás, meg senki. Azt mondja, hogy familie rejf. Oké. Okay. Mindvó. Na. Azt mondja, hogy le. Oberndorf 28-án 9.55-kor ideértünk, és 28-án valamikor elmegyek majd 216.276. Égyni! Szép lett. Örülünk, mint majom a farkának. És hova raktam a maszkot? Gyerekek, én el vagyok tévejelve teljesen. Így a szemetet kidobom. Ja, nem vettem le. Ez volt itt a probléma. Ezt fővegyem, főveszem, mert mit tudom én. Csak. Fofás a táj, nem? Szélesnek semmiképpen sem mondanám az utat. Előbb ilyen emelkedő jöttem föl onnan a faluból. Meg lett végül is, hogy hova kell menni. Idős néni volt otthon. Én levettem a 39 kilós csövet, behúztam az udvarba, nénike aláírta, tiszta aranyos volt. Kérdezi, nehéz? Mondom, nem nehéz, csak van, ebben a hülye maszkban nem kapok levegőt. Aranyos volt. Szeretem az ilyen beszélgetés jókedvű embereket. És aranyosak. No
gondolkodtam, hogy itt lesz majd egy ilyen háromszög kereszteződés, hát nem egy kereszteződés lesz, hanem három darab, és akkor kijed egy háromszöget, na mindegy, értek. Mondtam, ott visszafordulok, de hát végülis utána meg nem sokkal ki, és visz egy ST22-valahányas, 22-49-es útra, vagy nem tudom mire, 22-50-esre. Akkor majd tényleg fordulódjak, akkor magam kifordulok oda, aztán akkor utána mehetünk fel az A7-esre. Mert bejönni. Nyugodtan. Elférünk azért. Haladjon egyenesen előre, majd az út végén forduljon jobbra. És itt tovább egyenesen kéne menni. Ja, ez a ST2249, ez is olyan, mint az ökörbugyozás, meg szélesnek ezt sem mondanám. Hát ez szélesebb, mint a főút. Az igen. Ja. Ha már egyenesben vagyunk, akkor leteszem így a lábát. Hogy összeszegjél csak szépen igényesen. Vissza ki arra az ST2249-re, megint balra, és akkor itt meg utána jobbra, és akkor mennék erre vissza a falu fele, ahol lerakottam. Itt akkor most már elmegyek erre. Mi ez? Gastenfelden. Nagyon jó. Boldog vagyunk tőle, mint egyszer. Na, még dízelt is lehet tankolni. Akkor jó van. 200 méter múlva. Elakadok, meg nem fagyok. Na, itt is olyan, mint egyébként otthon a falvakban, hogy sokkal aranyosabbak az emberek. Sokkal közvetlenebbek. Forduljon balra. Sokkal nyugodtabbak. Ismerd meg Európát, mozgalom. Ez volt felező vonal? Minek? Biciklinek? De ott még van is, akkor jó van, örülök. Tiltótáblák nincsenek, akkor olyan nagy baj csak nem lehet, nem? Azért annak örülök, hogy ez a hó, ami lent van, ez nem most esik.
jobbra ne kanyarodjak be, de nem is akartam. Trakesz mellett. Elférek. Na jó. Durának a gyerekek, azt mondja, fém újság. Nagyon jó. Térképet, hogy mit mond. Ah! Emelkedett, de szép! Ja, tiszta. Na úgy, mint a tudatállapotunk. Lányárad, már gyere, ide lebuzi. Lebuzízzunk. Azért, mert meleg az a térkép, még nincs vele baj. Hagyjuk a hülyeséget, menjünk fel az emelkedőn ki a... Ezt a gáz lehet, hogy már ott el kellett volna kezdenem nyomni, ég a kanyar után, most már mindegy. Két fok van, csak nem pörög el a kerék. Na, följön a pusztom a csavar. Reméljük! Új gumi van, kapaszkodjon. Azért van. Ó, bekanyarodsz, jó van. De rohadt nehéz. Édes Istenem. Gyerelemény bű. Ja, ezt hagyjuk is, ez nagyon jól a mennybe. Ugye? Tiszta fehér minden. Ezt mit kért mindenki? Karácsonykor? Meg karácsonykor. Erre hagyjuk is, igaz? Elszüttyögök én itt 40-ben. Csavarokat meg ilyen logisztikai központokba viszem, mert azok cégekhez mennek. Az út végén forduljon jobbra. Kíváncsi vagyok, hogy az udvaraik mennyire vannak felpucolva. Fékezzünk vissza. Ó, itt egy rózsaszín kis bicaj. Cuki volt! Úgy kitesszük középre. Jobbra kis ívben. Persze, személyautó van, meg biciklire. Ezzel meg nagy ívben, amekkorában csak tudsz. Eljött. Kilóg az Eres csatorna, ugye elnéztem. Már valaki ezt leszaggatta onnan. Ez pedig elvileg már a főút, ugye? Na valami olyasmi. Ja, innen már csak az autópályára kell fölkanyarodnom. Elfelejtettem feloldani. Elvettem a gázt, azt elkezdett nekem fékezni az emelkedőn. Szép hófal. Szép emelkedők. Vidd még ki! Na, fönt meg a kávés üveg elkezdett csörömpölni. Hát szerintem elborult aztán hengeressége lévén. Igaz, még messze. Kénytelen lesz kivárni a sorát, mert hogy én nem fogok itt szaggatni, mint a hülye, az is biztos, senki kedvéért. Ott van a megengedett, annyival megyek. Bocsánat, ST 22.46, az az útnak a száma. Ja.
kilométer és teszem föl az A7-esre. Mondd, hogy ez csak köd. Jó, aki mögöttem volt, az eltűnt. Szerintem megérkezett valamelyik házhoz, aztán dolga végeztével beparkolt és kiszállt. Nem, jön. Ó, rohadjál meg. Ó, van szélessége is ennek az útnak. Oké, király. Még 60-nal megyünk továbbra is. Esik az eső, nem? Úgy elég finoman. Falun ezt úgy mondják, ömlik. Hát, inkább ez essen, mint a hó. Gyereknek kell majd hintaló. Mindig a hülyeség. Mindig a hülyeség. Aztán, hogy visszafele mit kapok, azt nem tudom, mert végülis nem írták meg azóta se. Na, gyermekeim az úrban egy zöldet szeretnék, na végre. Ezt mondjuk egy kicsit nagy ívben vettem, de inkább, mint hogy ne legyen jó. Csak emlékezni kéne, hogy hol kell hozzájuk bejönni. Ugye kiesik az ülésből. Persze, felkészülünk a szünetre. Megérkezett az úti célhoz. Itt? Nem itt. Itt vannak a rámpák, ez az. Milyen jó, hogy itt álltok az út szélén, ezt nem lehet tőletek elférni. Igen, és itt ilyen fos a bejárat. Félre. Nem itt tudom én, de. Gyermekeim az úrban. Tiszta az udvar viszont, nem havas. Na úgy látom, nekem az orrom nem fél, úgyhogy ezt nem most már erre tényleg kell, hogy gurgulászom. Mit hoztam? Kupferccel, ezt hoztam. Szépen igényesen, akkor átöljük a rámpet szvájra, jobbra, hátra. Rímelős kedvemben vagyok. Suldi gumi, nem látok lószart se. Akkora a víz meg az eső. Na nem baj. Másfél éve voltam itt, akkor is elfért, nem? Akkor biztos most is. Tudom, hogy a másik csávó a
hármas rámpán áll, értelemszerűen mellé kell tenni. Csipog ez a szar? Nem, csipogja. Utána kéne jönni, nem? Ja, kellett volna. Na mindegy. Ganz minimál korrekció, aztán hello! Lehetne hajgálnia. Pusztom nagy csavart. Szikla nincs. Csak sziklakert van itt. Órom előtt. Jó, van mindjárt lesz szünet, ne vernyogjál már annyit. Valóban simán hátra toltam, jobbra-hátra. Ezeket a pici korrigálásokat kell csinálni, az nem megy. Mit ugrálsz? Normálisan közlekedj nekem hátrafele irányba, te. Hogy? Vaj, kerüljön le ez a sok szar innen, te! Hú! Na. Nyitok ajtót, azt majd jövök, mert... Én az útban, itt vagyok az utolsó lerakon. Végeztem. Volna, ha nem menne a balfaszkodás. A Würtnél van ez a Nord, meg van a West. Ezek a lerakók vannak. Mindig a Nordban szoktunk lerakni, ez is oda szól. Közölték velem, hogy nem. A Westbe rakjam le a 24-es rámpán. Bejövök, megyek a 24-es rámpára. Odaáll a lengyel srác. Oda megyek hozzá, mondom, mi van bátya, te is azt kaptad? Azt mondja, hogy jaj, az volt az SMS-be, hogy 24-es rámpa. Gyere, gyere, gyere. És akkor izé. Érte, beérte. Mondom, akkor jó van, megvárom. Elmegy, ráállok a 24-es rámpára itt a Westnél. Majd közlik, hogy nem. Majd közlik velem, hogy nem, ezt a Nordban kell lerakni. Oké, srácok, jó lesz ez. Nincs ezzel baj. Úgyhogy holnap reggel 6 óra. Eddig tartott a nyugalmam. Nagyon nyugodt voltam komolyan egész nap. Megérkeztünk ide, és... Halleluja. Kijött a portás gyerek, szegény már is tiszta ideg. Mondta, hogy nem pánysz. És hogy üzenjen meg a expedíciónak, hogy legközelebb termin. Anélkül nem mehetek be. Meg hogy a főnök egy ásló. Hát nem tudom. Átadjam az üzenetet majd Pökvárba? Hát fogom. Thank you.
megérkeztem a rotóhoz, ez a szar mindjárt lemerül. Itt bekanyarodtam ide az utcába. Ezt nézem, szegény Yarisnak kicsit odébb volt az eleje, mint az autó többi része. Na mondom, hogy ez így történt. Összecsókolóztak ezzel a, vagy ebben a kereszteződésben. Nem vettem föl a... Ahogy eljövök a cégtől pedig, de fölvettem, csak olyan megfogalmazásban adtam elő a dolgot, hogy azt inkább kitöröltem. Most arra, mire ti ezt látjátok. Szóval, hogy volt egy kis affér bent a cégnél. Mi van a hülye gyerekünk közepén jövünk? Hülye bazdmeg. Meg vagytok ti bolondulva? Csávó nekiállt nekem okoskodni, magyarázni. Miért jöttem be, miért jöttem be? De olyan olyan igazi suttyóparas stílusban. A lekezelő flagma kis köcsög volt. Mondom, kis csávó, papír hol van, hogy nem lehet bejönni? Hát, de nincs kint papír, de hát akkor se lehet bejönni, mert... Tényleg mondom, hívd a főnököret. Elmagyarázom én neki is. Akkor lehívta a bórét. Annak is elmondtam a problémát meg, hogy kicsit paraszt az alkalmazottja. De megállok már. Ez olyan szar szűk, hogy nem igaz. Azt akkor sűrű elnézések közepette. Közölte, hogy pótoljuk a hiányosságokat. Hát az alkalmazottak helyében meg nem lettem volna, mert ugye... Azt az üvöltést szerintem még a láger másik oldalán is hallották. Mindenki minket nézett. Hát ez ilyen. Egyrészt én megmondtam, hogy én ki fogok állni az igazamért. De mondtam nektek, hogy ha ti nem álltok ki az igazatokért, akkor senki. Na ugye ma azt is elmagyaráztam, hogy én nem fogok hülyékkel vitatkozni. Mindenkinek van főnöke, hát ha nekem nem érti, akkor majd megérti annak. Azt akkor srácok, kicsit könyvbe lábadt szemmel visszamentek dolgozni. Nektek ezt kell, hát akkor ezt kapjátok, én leszarom. Mondtam már a viszonyokat az adjon Isten meg a fogadj Isten kapcsolatáról. Ez egy ilyen sport, srácok. Álljatok ki az igazatokért, és ne hagyjátok magatokat külföldön sem. Na, legyen ez az építő jellegű gondolat a végszó. Én meg bemegyek be, és megrakodok. Visszanak. Miért vettem fel a maszkot, azt ne kérdezzétek még.